Szeretettel köszöntöm Önöket a mai sajtótájékoztatónkon. Tegnap este osztottunk meg egy olyan családnak a szenvedés történetét, ahol az édesanya értelmetlen elvesztésének körülményeire világítottunk rá. Ez a történet igazi látlelete a mai magyar egészségügynek. Egyszerűen az történt, hogy a járványra való hivatkozással a magyar egészségügy előbb nem látta el, késett az ellátással az édesanyával kapcsolatban, és az édesanya, a 33 éves édesanya elveszítette az életét. Elveszítette úgy, hogy a betegsége gyógyítható lett volna. Ma reggel Orbán Viktor miniszterelnök úr beszélt a magyar néphez, és azt mondta, hogy Kásler Miklósnak történelmi érdemei vannak a magyar egészségügy területén. Miniszterelnök úr, a kinyilatkoztatás azt hiszem, hogy ezúttal most kevés lesz. Kevés lesz ahhoz, hogy meggyőzzük a magyar embereket. Szakértők szerint, egészségügyi szakértők szerint ma többen veszítik el életüket, vagy vesztették már el életüket azért, mert a járványra hivatkozva nem kapták meg a megfelelő egészségügyi ellátást. Ma körülbelül 36 ezeren kerültek úgy ki a kórházból, hogy a saját családtagjaiknak kell azt az ellátást biztosítani, amit kórházi körülmények között kellene, hogy megkapjanak. Ma látjuk azt, hogy sokkal nagyobb árat fogunk fizetni az egészségügyet érintő elmúlt hetek intézkedéseinek, mint amit valaha gondoltunk volna. Erre világított rá az esztergomi édesanya története is. Többen halhatnak meg a járvány, és veszíthetik még el életüket a járvány kormányzati félrekezelése miatt, mint magába a Covid vírusba. Ezekkel az életekkel el kell számolni. A kinyilatkoztatás, az elszámolást és a felelősségvállalást nem helyettesíti. Kóros Lajos képviselőtársam a Parlament Népjóléti Bizottságának ülésén azt szerette volna, azt akarta tisztázni, hogy milyen intézkedéseket hajtott végre a kormány, milyen következményei voltak ezeknek az intézkedéseknek, és életbevágó kérdéseket szeretett volna az operatív törzs tagjaihoz feltenni, és magához, miniszter úrhoz. A fideszes képviselők ezt az ülést ellehetetlenítették. Életbevágó kérdéseket akartunk, szerettünk volna tisztázni, szeretett volna képviselőtársam tisztázni, de a kormánypárti képviselők ezt megakadályozták. Ez a fejlemény arra enged következtetni, hogy a kormány pontosan tudja, hogy hibázott, de szőnyeg alá akarja ezt söpörni. A miniszterelnöknek látnia kell, hogy az egészségügyért felelős miniszter elhibázott döntései rá is egyre nagyobb árnyékot vetnek. Miniszterelnök úrnak szembesülnie kell azzal, hogy minisztere emberileg is alkalmatlanná vált feladata ellátására. Most azokra a kórházigazgatókra, azokra a parancsnokokra, orvosokra tolja a felelősséget, akik szó nélkül végrehajtották az intézkedéseiket. Azt hangoztatja, hogy ő nem hibás. Azt mondja nekünk is a parlamentben, amikor egy 41 éves édesapa egészségügyi dolgozó haláláról, egy 33 éves édesanya haláláról kérdezzük, hogy ő nem felelős, a kórháza felelős, és az ott dolgozó orvosok
és az ott dolgozó egészségügyi dolgozók a felelősek. Ma a miniszterelnök és miniszterei katonásdit játszanak. Milyen parancsnok, milyen tábornok az, aki a kiadott parancsaiért nem vállalja a felelősséget, hanem a tisztjeire, a katonáira hárítja azt. A születésünktől a halálunkig végigkísér bennünket az egészségügy. Nagyon nem mindegy, hogy milyen ellátásban részesülünk ez alatt az időszak alatt. A Magyar Szocialista Párt részéről követeljük, hogy mindenki kapja meg a gyógyulás esélyét, az esélyt. Azt akarjuk, hogy társadalmi, vagyoni helyzettől függetlenül mindenki jusson hozzá jó minőségű házi orvosi ellátáshoz, szűréshez, diagnosztikához, felvilágosításhoz, megelőzéshez, szakorvosi ellátáshoz, valamint a kórházi szolgáltatásokhoz. Nem kérünk sokat, csak hogy ezeket kaphassák meg a magyar emberek. Fel kell tenni a kérdést, mi kell ehhez? Egyszerű. Több pénz. És a több pénz mellett kormányzati akarat. Akarat, hogy ezeket a problémákat, amivel nap mint nap szembesülünk az egészségügy területén, a kormányzat, az Orbán kormány megoldja. A Magyar Szocialista Párt részéről a mi véleményünk, növelni kell az egészségügyre fordított költségvetést. Növelni kell költségvetési összegekkel annak lehetőségét, hogy mindenki számára hozzáférhetőek legyenek az egészségügyi szolgáltatások születésünktől a halálunkig. A Magyar Szocialista Párt szerint tisztességes fizetést kell biztosítani az orvosoknak, az ápolóknak, hogy legyen, aki segíteni tud betegség esetén. Biztosítani kell, hogy mindenhol legyen elérhető házi orvos. Mindenhol legyen elérhető gyermekorvos. Mindenhol legyen elérhető fogorvos. Ne legyen hiány orvosokból, egészségügyi dolgozókból, a szakellátásban és a kórházakban. Ez azt jelenti, ez többször maga a szakma és az orvosi kamara is leírta, hogy legalább 700 milliárd forinttal többet kell biztosítani a költségvetésbe az egészségügy finanszírozására. Nagyon fontos, hogy az ANTS-t újra kell szervezni. Látjuk a járvány idején, hogy ezt a lépést újra át kell gondolni, és kihagyhatatlan lépés a kormányzat részéről. Mi kell ahhoz, hogy több pénz legyen az egészségügyben? Az elején azzal kezdtem, hogy legfőképpen kormányzati akarat. Az kell, hogy a kormány ne mostoha gyermekként kezelje az egészségügyet. Ne lesajnált területe legyen a kormányzat részéről maga az egészségügy. Az kell, hogy önálló, felelős minisztérium legyen az egészségügyből. Vezesse az egészségügyet. Az kell, hogy egy hozzáértő, olyan szakember vezesse az egészségügyet, aki nem meghazudtolja és hárítja másra a felelősséget, hanem kiáll a döntéseiért, és figyelembe veszi a szakmának a véleményét. Önálló egészségügyi minisztérium felállítását követeljük. És követeljük azt, hogy kompetens vezetője legyen ennek a minisztériumnak, aki nem ad ellentétes utasításokat az ágazatban, és úgy tudja megszervezni az ellátást, hogy egy 33 éves édesanya esetéhez hasonló soha többet ne forduljon elő. Ebből az esetből mindenkinek tanulnia kell, még a kormánynak is. Megvan a látlelet, most már a gyógyítás következik.
A kormánynak az a feladata, hogy ezt a gyógyítást elvégezze. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak.